Az ukrán külügyminisztérium 100 szabad patriot légvédelmi rendszer talált szerte a világon, de Kijev jelenleg csak 7 megszerzésére összpontosít, jelentette ki Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter a The Washington Post című amerikai lapnak nyilatkozva. A jelentés szerint az ukrán diplomácia vezetője elmondta, hogy a csapata több mint 100 elérhető patriot rendszert azonosított. Hozzátette, hogy néhány szomszédos országban jelenleg több rendszer is véd egy kikötőt vagy repülőteret. Volodymyr Zelenszky elnök korábban azt mondta, hogy Ukrajnának 25 patriotra van szüksége ahhoz, hogy teljes légvédelmi pajzsot hozzon létre Ukrajna felett. Kuleba azonban rámutatott, hogy a hangsúly először 7 megszerzésén van, de a lehető leghamarabb. Úgy vélte, hogy az első 7 patriot légvédelmi rendszer képes lesz Ukrajna legnagyobb városainak a védelmét biztosítani. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Vilniusban tartott három tenger kezdeményezés csúcs találkozóján kifejezte Magyarországnak azt a korábbi szándékát és célját, hogy a közép-európai országok közötti politikai, gazdasági, infrastrukturális kapcsolatokat megerősítve a közös együttműködés révén magasabb szintre emeljék a régió versenyképességét és gazdasági érdekérvényesítő erejét Európában és a világban, közölte a Sándor Palota csütörtökön. A magyar államfő több kétoldalú találkozón is részt vett az eseményen. A Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott megbeszélésén Sulyog Tamás kijelentette, hogy Magyarország elítéli az orosz agressziót, és továbbra is mindent megtesz az Ukrajnából menekültek támogatásáért, a háborúban álló ország humanitárius segítségéért. A magyar államfő szerint meg kell állítani a háborút, így Magyarország továbbra is a mielőbbi tűzszünetben és a fenntartható, igazságos béke létrejöttében érdekelt. A legfontosabb cél az európai kontinens biztonságának garantálása. A köztársasági elnök felhívta ukrán partnere figyelmét a Kárpátalján élő magyar kisebbség szerzett jogainak mielőbbi visszaállítására és annak fontosságára, valamint garantálására, áll a Sándor Palota közleményében. A dél-ukrajnai Dnipropetrovszk és Herszon megyében az energetikai infrastruktúrát támadták orosz drónok az éjszaka, közölték pénteken az ukrán hatóságok. Az Oroszországból indított 17 drónból 16-ot lelőtt a légvédelem, számolt be róla az ukrán hadsereg a Telegramon. Szerhéj Liszák Dnipropetrovszk régió kormányzójának péntek reggeli nyilatkozatából az derült ki, hogy egy drón törmeléke tüzet okozott az energetikai létesítmény, amelyet nem nevezett meg. A katasztrófa védelem eloltotta a tüzet, sem a hadsereg, sem a helyi hatóságok nem számoltak be áldozatokról. Olekszandr Prokudin, a déli Herszon megye kormányzója a Telegramon azt írta, hogy az éjszakai támadásban megrongálódott egy kritikus infrastrukturális létesítmény és 7 magánlakás. Áldozatokról nem érkezett jelentés. A létesítményről vagy a keletkezett károkról további részletek egyelőre nem ismertek. Március vége óta Oroszország több nagyobb támadást intézett az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, jelentős károkat okozva az ukrán villamos energiarendszerben, ami egyes régiókban vészhelyzeti áramkimaradásokat idézett elő. Ukrajnában idén először rendezték meg az országos nemzetiségi nyelvismereti vetélkedőt, amelynek utolsó fordulóját ezen a héten tartották megyénkben. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra a Kárpátaljai megyei tanácsülés termében került sor, ahol 32 diák és felkészítő tanáraik gyűltek össze. Ők az ország különböző pontjairól érkeztek, hogy részt vegyenek a román, szlovák, illetve magyar nyelv és irodalom ismereti vetélkedőn. 8 magyar gyerek érkezett Kárpátalja különböző magyar tannyelvű iskoláiból, ahol magyar nyelv és irodalom feladatokat oldottak meg. Mértük itt a nyelvhasználati kompetenciát, a különféle más kompetenciákat, a helyesírást, a fogalmazás készséget, a kreativitást, és a gyerekek elég jól vizsgáztak. Első helyezettjeink kimondottan, második is, meg hát tulajdonképpen itt ez volt az elvárt, hiszen ezek a gyerekek már át
estek, átmentek azokon a szűrőkön, amelyeket az oktatási osztály szervez, tehát már volt iskolai, járási, megyei vetélkedők győztesei kerültek ide. Tehát itt a legjobbak vannak, akik már mind győztesek, tehát győztesként jöttek ide. És szerveztek számukra még kirándulást, aztán itt új Ungvárt megismerhették, ismerkedés szempontjából sem utolsó ez a verseny. Tehát egy jó hangulatú verseny volt.